Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Egerben, az Egri Hősök, Leányok és Bikavér városában, és most valami erőset. De először az Ómnám Mantrát kérem recitáljuk el hétszer. Köszönöm szépen. Rendhagyó darma beszéd következik, ugyanis nem szoktam kottából zenélni, ahogy ezt a nagy közönség tudhatja, de most ezt teszem, ugyanis ezt is tudni kell. És felvázolok egy olyan modellt, amelyet a a buddhizmus nagyon sok hagyományában láthattok, és most a koreai zen verziót fogom a test, a lélek és a tudatosság Működéséről felvázolni, de előtte egy óda az európai kultúra egyik nagy fájdalmához. Amikor én fiatalon kerestem az utamat, akkor rengeteg ilyen filozófust, vallásirányzatot, pszichológiai iskolát úgy megnézegettem, és egyáltalán nem volt használható fogalmi bázis. Nem volt egy érthető definíciója annak, hogy a lélek például micsoda. Ez abból is fakadhatott, hogy itt Európában, és így a nyugati civilizáció ölében nem nagyon értjük, hogy a teremtő és a teremtett az úgy micsoda, és hogyan viszonyul egymáshoz. Tele vagyunk abstrakcióval, téves nézettel, és ezt abból vettem észre, hogy az a tudás, amit kapunk itt, az a gondolkodás gondolkodására adott gondolati válasz a gondolatok négyzetén. Ezt hívtam logosz betegségnek, mivel ideából gyártunk ideát, tíz könyvből gyártunk egy tizenegyediket. És ahhoz, hogy ez ne így legyen, az az egészet félre kell tenni, és egy olyan alaphoz jutni, amely tapasztalatból építkezik. És azért tárom most mindegyikünk elé ezt, mert ez egy tapasztalati alapú ábra, hogy a test, hardware, a lélek, a szoftver és a tudat, az operátor hogyan működik. Ez a tudat, nagy tévvel ez az a látó, amit a védántában vidjának neveznek, hogyha valaki jogázik, akkor a niróda állapotából a moksán, a felébredésen át jut el a szamádig, és mivel a zen történetileg és etimológiailag is a jogának egy kiágazása, ezért érdemes ezt praktikusan szemlélni, amit most látunk, tehát egy cselekedhető valóságként, egy megélhető tapasztalatként, és nem csak tudásként, amit elsajátítunk, de boldogan megveregetjük az intellektuális köldökünket, és megyünk haza. És betettük a szekrénybe a sok más tudás közé. Tehát én azt szeretem, ami működik. Azt szeretem, ami tapasztalható, cselekedhető, mert az eddigi pályám során azt láttam, hogy a látható és a láthatatlan ugyanazt a törvényt követi. De a látható a látható, a láthatatlan a láthatatlan. Az ember egy nagyon érdekes képződmény, mert mi a kettőnek a találkozásánál vagyunk. Senki nem várja el egy földi gilisztától, hogy transzcendens igényei legyenek. De az emberben van valami, ami tud valami magasabbról, mint pusztán a fizikai érzékszervi önmaga. És ezt az utat, hogy hogyan járjuk be, hogy a Jákob lajtorjájába hány fokot teszünk, és hányat vágunk ki, aztán körfürészsel, ez már a mi dolgunk. De az, hogy nem vagyunk csak úgy békében a mulandósággal, a tökéletlenséggel és a feltételhez kötöttséggel, ezzel szerintem mindannyian egyetértünk ebben a teremben. Ebben a teremben mindenki lázadott már mindenki pofára esett már, mindenki felgyógyult már valamilyen betegségből, mindenki csalódott már, és voltunk boldogok, úgy néha-néha. A kérdésem az, hogy rátaláltunk-e eközben önmagunkra, arra valamire vagy valakire, ami ezt az egészet átéli. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudunk értelmet vagy célt adni ennek az egésznek. Még csak jelen sem tudunk lenni normálisan, mert az igazi önvalónk tapasztalata nélkül még figyelni sem tudunk rendesen. Ezért a zenben elmondjuk: ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. És mielőtt ezt most elkezdeném vetíteni, ezt a szépséges eseménysort, Azelőtt a Zen négy alapelvére szeretnék emlékeztetni, amely Shaolin templom környékén is, de minden Zen templomban, vagy kőbe, vagy rizspapírba négyszer négy kínai karakterrel bele van vésve. Ez pedig a következő. Nem támaszkodás az írásokra. A tudatra való közvetlen irányulás. A megvilágosodás egyenlő önvalónk tapasztalatával. Tudattól tudatig közvetlen átadás. Ezek alapelvek. És hogyha ezeket az alapelveket követjük, akkor sok szélsőségtől meg tudunk szabadulni, és járhatjuk azt az utat, amely a felébredéshez, az illúziók letételéhez vezet. Ez viszont, ahogy Lao Tse is mondta, nem tipikus, és az emberek többsége nem ezt akarja. Miért? Mert, hogy idézzem a taoista bölcset, a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Krishnamacharya ezt egy mondattal elmondta, az egyetlen kifelé vezető út befelé található. Mi, mint érzékszerfesz kötött lények, annyira szeretjük azt, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk, érzünk, mondunk és így berhelünk, nem vagyunk hajlandóak egész addig valami mást keresni, mint az érzékelhető valóság, amíg a fátyol meg nem reped, vagy a személyiség egyszer össze nem omlik. A fátyol megrepedése általában a csalódásnak az első olyan fundamentális érzete, hogy itt valami nincs rendben. Először azt hiszük, hogy a világban valami nincs rendben. Nem. A természettel semmi baj. A földbolygóval semmi baj. Az állatokkal semmi baj. Láttunk kutyát önismereti kurzuson? Vagy macskát identitás problémával nyávogni? Ugye nem? A kutya mindig kutyaszerűen viselkedik, a macskának a macskaságát senki nem tagadhatja, de az ember tud embertelen lenni. Ember fölötti lenni, emberi lenni, emberséges lenni, soroljam? Tehát mi néha nagyon nem tudjuk, mi a dolgunk, mert nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és azt sem tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Na most rátérünk erre. Az első világos, hogy a testtel kezdünk. Miért? Mert ez egy ilyen nagyon valósnak tűnő dolog. Tagadhatatlan, hogy testben vagyunk, és ennek a testnek vannak műszerei, instrumentumai, és ezt ö, úgy hívjuk, hogy Indria. És ebben az Indria nevű blogban, ami az érzékszervi valóság, lehet e, ilyen csatornákat megkülönböztetni, hogy szem, fül, orr, nyelv, bőr, mint testfelület. És a keletiek az agyat is a gondolkodás érzékszervének és kreátorának tudták be, egyfajta belső kognitív hámszövet, mint a gyomrod vagy a szájüreged, amely hát belül van, de mégis érzékelsz vele ízeket. Tehát, hogyha belső szervekkel tudsz ízeket érzékelni, akkor belső szervekkel tudsz gondolatokat is érzékelni. Ez körülbelül ilyen. Tehát, hagyományosan az öt érzékszerv az indria, de én a hatodikat oda tettem, nem csak azért, mert a nyugat így misztikusan beszél a hatodik érzékről, ami hát a gondolkodás lenne, hanem azért, mert hogyha meglátod, akkor egy gyerek egy és másfél éves korak között érezhetően kezd olyan dolgokat érteni, olyan összetett mondatokat fölfogni, olyan instrukciókat követni, ami a gondolkodás meglétének a csalhatatlan bizonyítékai. De beszélni még nem tud. Fogalmak még nincsenek. Még szótagok sincsenek. Viszont megérti, ha azt mondom, hogy vet föl, légy szíves. Tedd vissza a fiókba. Ott állj meg. És hogyha éber a kis tudatta megáll, átmegy, és ez az úgynevezett tudatfolyamat, ami még nem fogalmi. Tehát a nem fogalmi gondolkodás, a nem fogalmi tudatfolyamat, ha valaki neve gyereket, vagy közvetlenül közelről megnézi ezt folyamatában, az emberben jelen van. Csak rákerül mi csoda, és ez már a második, ez az úgynevezett fogalomalkotás. És a fogalomalkotással kezdünk kilépni az édenkertből. A fogalomalkotással születik meg az a koncepció, hogy én. Tehát minden gyerek, így másfél és két éves korak között elkezd fogalmakat alkotni. És jaj, ki mondta azt, hogy szőr? Ki mondta azt, hogy ég? Ki mondta hogy fül? Már rég tudja, hogy mi micsoda, csak most nevezte meg. Tehát az érzékelés és az érzéket gondolkodás tetején ott van a fogalom. Tehát ez a bot, ez nem mondja, hogy ő bot. Ezt én mondom. Ennek a formáját én érzékelem. Én látom ezt, hogy ez barna, kétféle barna, kicsit göcsörtös, és amikor ezt így tapintom, látom, akkor elhiszem, hogy ez van. Az érzékszerveim ezt mutatják. És egyszer csak ráteszem azt az út, hogy bot, ha magyar vagyok. Angolul azt mondom, hogy stick. Németül azt, hogy stükke, ne feledjük, paruszki palica. Oké? Okay? De ennek a tárgynak önálló tudatossága nincs. Nekünk van. És ez a vizsnána, ez a fogalomalkotó tudat. És ekkor alakul ki, amit szanszkritul náma rúpának, névnek és formának mondunk, a név és a forma kapcsolata, mint a fej és a test többi része. Tehát érzékelem a világot, és megnevezem. Tehát az embert lehet passzigálni jobbra-balra a testét, de azt is lehet mondani, hogy Józsi, gyere ide. Tehát egyszer a formát érintettem, vagy pedig a nevét érintettem. De mind a kettő ugyanazt jelenti, hogyha az ember épelmélyű és hallgat a szép szóra. Oké? Okay? Fogalomalkotás nélkül nem lenne elemzés, logika, tézis, tudomány, nem lenne rendezett ismerethalmaz. És a megnevezett világ, mint tapasztalás, az így születik bennünk. Enélkül nem lennének Excel táblák, Word dokumentumok, prezentációk, rendszerek, filozófiák, vallások, semmi ilyesmi nem lenne, mert nem lennének fogalmaink. És úgy tűnik, hogy az állati kommunikációtól ebben különbözünk elképesztő módon. Ha megnézzük a zöld síkot, az indriát, az az állatoknak van. Nagyon is van, és elképesztő intelligensek de fogalmi nyelvük az nincs. Gesztus nyelvük van, jeltartalomra épülő kommunikáció van, de olyan fogalmi bázis, mint az embernek nincs. Tehát a delfinnek nem kell szótárazni. Nincsen félreértés delfin és delfin közt. Van egy elképesztően kidolgozott nyelvük, de fogalmaik nincsenek. Oké? Okay? És a következő az, amikor a fogalmak alapján elkezdek megkülönböztetni, tehát az indria volt az érzékelés, a vigynál a fogalomalkotás, és a manasz, az pedig a megkülönböztetés. Ott döntöm el, hogy ez a bot, ez jó vagy rossz, rövid vagy hosszú, kemény vagy lágy számomra. És ekkor végleg kiléptem az édenkertből. Ez a kilépő cédula. Pip, kicsakoltunk. Megkülönböztetük magunkat a környezettől, és, és mondom, hogy én más vagyok, mint te, vagy ti, vagy ők. És ennek óriási szerepe van például a túlélésünkben. Hogyha nem tudnánk a tisztát és a szennyezettet, a mérgezőt és a gyógyítót megkülönböztetni, meghalnánk. Tehát, ha alul működik ez, akkor van egy olyan sebezhetőség, hogy a környezettel szemben alul maradok. Ez a modern korban a közömbösség, vagy az apátia. Nincsen megkülönböztetés, nincs egy olyan plusz-minusz, ami között az akarat íve húzódna. Nincs egy olyan kisülés, ami azt mondja, hogy ez vagyok, az akarok lenni. És a kettő közti utat megfutom. Ez amikor minden mindegy. Közömbösek vagyunk magunk és mások iránt, mert ez az alulműködő manasz, a megkülönböztető tudatosság helytelen énképet, részigasságokat közöl velem. És a megkülönböztetésekre bizony szükség van, de nem abszolút, hanem relatív értelemben. Miért? Nekem ez a bot közepes hosszúságú. Egy gyereknek ez hosszú. A fiam megfogta nemrég, és így, és így billegett a kezében, mert gyerek. Egy kóreai zenmester azt mondhatná, hogy annak a nyugati szerzetesnek kicsit hosszú az a zenbot, lehet, hogy rövidebb kéne neki. Értjük? Tehát az, hogy ez most hosszú vagy rövid, az megint a megkülönböztető tudatosságnak a működése, és hogy tudjuk ezt a legjobban demonstrálni az idővel. Az idő annyira anyagtalan, és annyira nem érzékszervi, de érzékszervi hatásokhoz kötött, hogy amíg ö, nekünk nagyon hosszú 15 perc, addig valakinek, akinek ezt végig kell dolgoznia, annak egy örökké valóság. Neked csak várnod kellett egy kormányablaknál, semmi több. Van, amikor öt perc egy egész világnyi egy órandevúnak a csúcsa. És innentől kezdve az időélmény az mind az elmétől függ. Hát erről Prusztól kezdve komoly egzisztencialisták, regényeket írtak, hogy az időélmény az micsoda, és ez kiderül, hogy a megkülönböztető tudatosság ultrafinom működésében Rejlik, hogy ez az időélmény nekem jó vagy rossz. Meg akarom tartani, vagy azt akarom, hogy minél hamarabb vége legyen. Várok valakire, vagy rám várnak? Én várok valakire nagyon gyorsan. Kiderül, hogy ilyen kilométer hosszú, lassú folyamatban vagyok. Rám várnak? Ha nem is történt semmi, fél órát késtem. Na és. Nézzük meg ezt, hogy mennyire rossz szóval szubjektív, nem szeretem ezt a megkülönböztetést, mert objektum nélkül nincs szubjektum, és vice versa. De az alulműködése pontosan olyan hiba, mint a túlműködése. A túlműködés az, ott indul, hogy ítéletet alkotok a helyes megkülönböztetés helyett. Az ítélet alkotás az abszolút értékűnek kikiáltott megkülönböztetés. Ebbe emberi milliók haltak bele ezt nem is kell nagyon ragozni. Tehát az, hogy kulturálisan különbözünk, az egy egészséges megkülönböztetés. Az, hogy az egyik népcsoport alábbvaló a másiknál, vagy alacsonyabb rendű a másiknál, ez népírtásoknak lett az alapja. Ez az, amikor enyhén túlműködött a megkülönböztető tudatosság. Nem tudtuk azt elérni, hogy van egy pont, ami dualitástól mentes. És ennél a megkülönböztetésnél, látjuk azt, hogy kéne valami referenciapont, ami nem duális, ahol be lehet állítani azt, hogy ebből a megkülönböztetésből mennyi kell, hogy egészségesen, normálisan éljünk, mint emberek, azaz ne szenvedjünk és szenvedtessünk feleslegesen. A másik túlműködése van aztnak, amikor mindent emberire fordítok. Tehát, hogy antropomorfizálok. És az embert látom mindenben. Ez az antropomorfizálás egyes vallásoknak is az alapja, de nagyon sokszor van az, hogy te azt gondolod, hogy emögött a folyamat mögött valaki áll, ez a paranoiának a kezdet, így ezt biztos valaki csinálja, ellenem vagy értem. Meg kell nézni az ok és okozat működését, és kiderül, hogy ki vagy milyen folyamat van mögötte. Tehát ne antropomorfizáljunk, hanem lássuk azt, hogy az emberi tevékenység meddig terjed. Mi az, amit mi csinálunk, és mi az, amit nem mi csinálunk? Ez azért fontos, mert a világban jelenleg ez a 8 milliárd homo sapiens olyan folyamatokat szabadított föl, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz 20-30 év múlva, de lehet, hogy 15 év múlva sem. Nézzük meg! De hogyha látjuk azt, hogy a mi tevékenységünk, az emberhez köthető karma mettől meddig terjed, és mikor van már valami más, akkor tudunk felelősséget vállalni azért, amit teszünk. Azért, akik vagyunk. És ez a kik vagyunk, ez a következőben jön, kérem szépen, amikor az elme felruházza magát egy önképpel. Tehát a manasznak van egy árnyalattal világosabb, ezért is nem külön szín, csak egy külön árnyalat, amikor a megkülönböztető tudatosság, az ahamkára legyártja az önképet. Ezt úgy hogy aham. És ez az én tudat, amire azt mondom, hogy én magam, hogyha belenézek ebbe a tükörbe, hogy én ki vagyok, egy rakás komponensből áll. És ekkor jön az, hogy mit érzékelek, milyen fogalmakat alkotok, hogyan különböztetek meg, magamat kinek tartom, és ezáltal a másik embert kinek nézem. És minden, ami önnel kezdődik, az az ahamban benne van itt van az önvédelem, az önáltatás, az önazonosság, az önkép, itt minden ön, az önismeret, és ezt az ént háromféle ösztöncsoport alkotja, az egyik a teremtő ösztönök, amikor mindenáron nekünk alkotni kell, szaporodni kell, gyarapodni kell, teremteni kell, mert úgy érezzük, hogy ez jogunk, kötelességünk, és enélkül nem is tudnánk élni, és ez így is van. Tehát alkotás nélkül, teremtés nélkül az ember nem ember, hanem egy robot. És hogyha megnézzük a jelenlegi állapotát a Földnek, nagyon kevés embernek adatik meg az igazi alkotás, teremtés, mesterség lehetősége. Általában dolgozunk a pénzért, de nem érezzük, hogy kreatívak vagyunk. Nem érezzük azt, hogy jelentéssel bíró munkát végzünk, megkeressük a pénzt, hazavisszük, és próbálunk valami olyasmit csinálni, amitől jobban érezzük magunkat, ezt hívjuk hobbinak. De hogyha az életmódunk nem kreatív, akkor előbb-utóbb ilyen robotszerű mozgást veszünk föl, és az elménk, a lelkénk is elkezd robotszerűen viselkedni, és ez az embertelenedésnek a kapuja. Ezért a tökéletességre törekvő technizált társadalmak leválnak a természetről, mely által az ember is leválik az ön természetéről. Ezek az úgynevezett kognitíve zárt társadalmak, ahogy egy láma mondta, darmas sivatagok, mert csak önmagukkal, a saját jólétükkel vagy programjaikkal foglalkoznak, és nem akarják meghaladni önmagukat. A második típusú ösztön a megtartó típusú ösztön, amikor amin van, abból nem engedek. Csillió-villió nulla van a bankszámlámon, egy kanyivasat nem adok a gyermekmentő alapítványnak. Azért sem. Mert az az enyém. Tehát annyira erős a birtoklás ösztön, hogy 8 milliárd dollár készpénzzel halok meg, Steve Jobs. Oké? Okay? Tehát annyira erős a birtoklás, a megtartás, hogy semmiféle igazi kölcsönhatás nincs a világ, és köztem ezt hívjuk pusztán érdekvezérelt életnek. Mitől van ez? Ez a félelemtől van. A harmadik ösztöncsoport, ami a túléléshez köthető, az mutatja meg, hogy minden áron el akarjuk kerülni a halált, holott tudjuk valahol a nyúlt környékén, hogy ez be fog következni, de mindent megteszünk, hogy túléljünk, 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 túléljünk. Kiderül, hogy ezen a földön csak élni lehet, túlélni hosszú távon nem. Ebben a teremben, így ahogy mi vagyunk, 50 év múlva senki nem lesz életben. Vegyük tudomásul. De mégis túl akarunk élni, ahelyett, hogy élnénk, ahelyett, hogy értelmesen élnénk, ahelyett, hogy önzetlenül élnénk, ahelyett, hogy felébredetten élnénk. De pusztán túlélni nem lehet. És a túlélésre berendezkedő társadalmak általában egy nagyon barbár és alacsony rendű civilizációt valósítanak meg. Ezek az úgynevezett hanyatló birodalmak. Amikor már látszik, hogy teremteni rég nem lehet, Birtokolni már csak kevésnek lehet, és a legtöbb ember a túlélésre játszik, és elhajasul. És ettől csak az önmeghaladás tud minket megmenteni, ekkor kezd a személyiség és az ego szétválni. Tehát egy azon léleknek kétféle alapműködése van, az önközpontú, hogy magamat abszolútnak szeretném tudni, ez az egoitás kialakulása. Leáll a sejtfal, kölcsönhatása. Egy titánium burkolat vesz engem körül, és már érdemben nem lélegzem, csak elsajátítom azt, amit a környezetem ad, és kényszerből visszaadok valamit. A véleményeimet abszolútnak gondolom, másnak nem hiszek, senki nem beszélhet rá semmire, és én se akarok senkit se. Tehát az egoitás és a személyiség nem ugyanaz. Keleten az egót a személyiséggel együtt dobták a szemétbe, hogyha valaki szerzetes lett. Nyugaton az egót a személyiséggel együtt emelik magasra, hogy te vagy a legfontosabb, a legszebb. Ugye sok van, mi csodálatos, az ember a teremtés koronája, meg ilyenek. Egyik sem igaz. Egy normális személyiség olyan, mint egy normális sejt. Nézzük meg a saját testünket. Honnan tudja ez a sejt itt, hogy az új percnek ekkorának kell lenni. Honnan tudja, hogy elég? Honnan tudja, hogy mi a dolga? Honnan tudja a porc szövet, hogy én porcs kell, hogy viselkedjen, és engedjem a fluidumokat, a nyirok, a vér, az egyéb áramlás szépen ott menni a két porc felület között? Hogy nekem inszalagnak kell lennem, izomszövetnek kell lennem, hámszövetnek kell lennem, ezt, ezt honnan tudja? És miért áll meg a szaporodásban ott, ahol? Ezt hívjuk intelligenciának. Sejtszintű, testszintű intelligenciának. Ez nem az, amit az agyam gondol, ez sokkal mélyebb és normálisabb. Ez a csak működés intelligenciája. Ha nem tudja a sejt, hogy hol álljon meg, mert csak ő a fontos, elveszíti ezt a kölcsönhatását és tudatosságát, abból lesz a rák. Az a mechanizmus, amely a gazdatestet a saját birtoklás vágyából fakadóan elpusztítja, mert vak. Most nézzük meg, hogy sapiens, sapiensnek titulált fajunk hogy viselkedik ezen a bolygón. Nézzük meg. Ez mind abból az önképből fakad, ahol az egoitást és a személyiséget nem különböztettük meg. Testkérdés. Mennyi emberi jogunk van? És mondhatjuk, hát a Genf, meg az ilyen egyezmény, meg ez a magnakarta, meg ez a haladás, meg ezek az egyezmények. Nem kérem, annyi jogunk van, amennyit adunk egymásnak. Tehát miért van az, hogy a kulcs pillanatokban ezek a gyönyörű gondolatok és konstrukciók nem működnek, mert egyszer nem figyelünk rájuk, bekapcsolnak a túlélési ösztönök, és akkor visszamegyünk tömeggyilkosba. Hogy van ez? Tehát annyi jogunk van, amennyit adunk egymásnak. Ez Attól függ, hogy milyen képet alkotok magamról, másról, másokról. Tehát önkép kérdése az egész. És itt érdemes az önmegismerés mellé az önmeghaladást gyakorolni, mert akkor nem tudnánk változni. És az önmeghaladásnak van egy kulcs pontja, amikor felismerem, hogy az énségem az úgy, ahogy van, elégtelen az tökéletlen, elégtelen, mulandó, és valami olyat akarok, amit eddig nem. Tehát az aham az maximum odáig megy, hogy én akarok lenni a mindenség. El akarok jutni Istenhez. Buthává akarok válni. Ez még mind vágy, sőt, nagyon önös vágy. Amikor elkezdek gyakorolni, mert azt érzem, hogy cselekednem kell, tapasztalnom kell, és teszem föl egy nem kettősségre, vagy advaita útra rálépek, akkor azt az eredeti egységet tapasztalhatom, ami a csepp és az óceán. Tehát, hogyha az egófalat lebontom, a személyiségem teljesen természetesen a világgal egyé tud válni. Visszatérek a dualitás elé, és ekkor rájövök, hogy a csepp az az óceánban van, és mindig is ott volt, hogyha én azt nem különítem el, hogy ezt nem kanalazom ki az egoitás téves nézeteivel. De ehhez keresztül kell mennem egy pár dolgon. Miért? Mert ezt az élményt, hogy én itt vagyok, mint csepp az óceánban, és nem kell akarnom az óceánnál válni, ezt az emlékezésem elképesztően befolyásolja. Én több évtizedre visszamenőleg tudhatom, hogy ki vagyok. És ez az emlékezés ez úgy működik, hogy bejut az érzékszervi adat a tudat folyamba, ott eldöntöm, hogy az jó vagy rossz, azonos vagy különböző velem, akarom vagy nem akarom, és ezekkel a poláris jelzőkkel bemegy az emlékezetbe, és elkezdi etetni az arhetipusokat. És az arhetipikus valóság, ahogy kopog az érzékszerviség az ajtón, mindig mondja az emlékek formájában, hogy nekem most mit kell tennem, mit mondjak, mit érezzek, hogyan beszéljek, és a többi. Ez az álaja az a tárház tudat, ami a teljes tudattal. Ezen ül a személyiség tudatos 5%-a. Ha neki tizet mond, az szerintem nagyon optimista. És hogyha megnézzük, ez az önképnek nevezett valami, ez az aham, ez lenne a tudatos személyiség. Hát jó étajat kívánok! Hogy működünk mi, mint tudatos emberek? Csak akkor működünk jól, hogyha ezt az állaja a nevű tudattalant, ezt a 95%-ot meghaladjuk. Kicsit meg is kell ismerni, de nem szabad beleragadni, mert akkor a saját elvarázsolt kastélyunknak a szobáiban kóborlunk inkarnációkon keresztül, mert a tudattalanunkat végképp fel akartuk fedezni. Ez az, amikor tanfolyamról tanfolyamra járunk. oké? Okay? És még mindig bajunk van, sőt egyre több bajunk van, mert egyre inkább rólunk szól a dolog. És hogy keletkezik a tudattalan tartalom? Itt láthatod azt, hogy ami minősül, az énesül. Tehát ezt minősítem jónak, rossznak, ennek, annak, a mannak abban a pillanatban az énemhez kötöttem, mert nem láttam a maga tükörszerű, tiszta ilyenségében. nem azt látom, hogy a függöny barna, hanem azt mondja, hogy rövid, nem tetszik. Már is a bolt felé vissza tudatom, ahol én megvehetem a helyes függönyt, aminek nekem jó, Miért? Mert véleményt formáltam róla, elraktam az emlékemben, felállítottam a jó függöny és rossz függöny analógiáját, és elindultam a jó függöny felé. Felállítom a polaritást, bemegy az emlékezetbe, és tudattal a motivátorként, vagy magyarul driverként ott van. Ez van a tudattalamban, és kérem szépen, nagy részt ez vezet minket. Na most amennyire tudatosítjuk, hogy mi kik vagyunk, annyira nem fogunk azonosulni a tudattalan tartalmainkkal, hogy egy jó túrázó a hátizsák tartalmával sem, de visszük. Visszük, mert szükségünk van rá, szükségünk van az emlékeinkre, szükségünk van a tudásunkra, a rutinunkra, a tapasztalatainkra, de az ezáltali meghatározottságra, na arra nem. És itt jön be az, ami a kérdés, hogy mi az, ami ezt az egészet látja? Mi az, ami ezt az egészet átél, és elkerülünk a meghaladásra? A meghaladást azt minden, ami tárgyas, az nem adja meg. Tehát el akarok érni valamit, mondjuk egy tárgyorientált vallásban, akkor benne maradok ebben a kontinuumban, amit most már nagyon jól lehet látni, ebben a kéktől a zöldig való átmenetben, hogy én elérjek valamit, ami fogalmi, képi, idea, és a többi. Viszont ha mindezt meg akarom haladni, akkor az nem lehet név vagy forma, érzékelhető vagy jelenség. Az igazi transzcendencia ott kezdődik, amikor látom azt, hogy meg kell haladnom minden ismeretemet, és itt visszautalok a zen alapelvére, hogy nem támaszkodhatom semmilyen írásra, eddig tartott a használati utasítás viszontlátása. Meg kell haladnom az élet és halál kettősségét, ekkor a sorsomból út lesz. A meghaladás olyan, mint amikor végre föllövöm a műholdat, és az egészet látom, az egész földet látom. De a műhold nincs a földön. Viszont a földről szól. Minden, ami elképesztő felbontású adat a földről, az nem az atmoszférából készült, hanem föntről. Tehát a meghaladó bölcsességnek egy nagyon praktikus alkalmazása van. Látjuk azt, hogy kik vagyunk. Mik vagyunk isa, pur vagy homo. Nézzük meg! Tehát ilyen ideákkal vagyunk teleszórva, ezek között élünk, és közben boldogok akarunk lenni. Meg szeretni akarjuk egymást. Hogy? Ha az alapfogalmak hibásak, ha az alaptapasztalat torzult, ha az énség elképesztő téves nézetek közt él, hogy akarjuk ezeket a minőségeket megvalósítani? Ezért van szükség így Praktikusan a meghaladó bölcsesség tapasztalatára, amely ennek a pillanatnak a teljes megélése, a nem ragaszkodás, nem azonosulás állapotában. Tehát így. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Akkor egy picit meghaladtad ezt az egészet, és a szürke szint fölé kerültél. Amikor nincs gondolkodás, nem termeled az ént állandóan. Másodpercenként 24 képkockányi illúzióval. Nem ragaszkodsz az emlékeidhez, az ahamkárád leállt, és a manasz pedig látja önön megkülönböztetéseinek a relativitását. Nem tapadsz a névhez és a formához, nem azonosulsz az érzékszervekkel, tehát végre az operátor ki tudott jönni a képernyőből, és látja a képernyőt. Tehát nem azonosulsz sem testtel, sem lélekkel, de tudod, hogy az avatárod te pont ez vagy. Az önvalód az nem ez. Az önvalód az, ami mindezt látja. Értjük? Nem értjük, de valahol tapasztalhatjuk. Tehát ez az értés határáig el fog vinni, de nehogy azt itt, hogy most mindent megértesz, sőt, minél többet hallasz ebből, annál inkább rájössz, hogy milyen keveset értünk. Ez a megértés, ez körülbelül olyan, mint a halászháló versus a tenger. Tehát a világ összes halászhálójával nem lehet kifogni a tengert. De azt megtehetem, hogy a halászháló tapasztalatából kiindulva beugrom a tengerbe háló nélkül. Ez a második alapelv, amikor közvetlenül a tudatra irányulok, és mindaddig nem tágítok a gyakorlattal, amíg a felébredés tapasztalata meg sincs. És hogyha megvan, akkor érzem azt, hogy milyen kapcsolatban vagyok valójában az embertársaimmal. Ez a tudattól tudatig való átadás, amikor az ember 90 napos elvonulásokat csinál Kóreában, számára ismeretlen emberekkel ül együtt úgy, hogy semmit nem tud róluk, főleg külföldiként, az elején még a nyelvet sem bírja úgy az ember, és olyan lélekközösséggel áll föl a 90. nap után a meditációs párnáról, hogy erősebb, mint bármilyen testvériség. Ez hogy van? Ez úgy van, hogy ezt a meghaladó bölcsességet, a nem fogalmi mozdulatlan tudatbéli állapotot, ezt el lehet érni, meg lehet tartani, és tovább lehet adni. A meditációnak, mint technikának pontosan az a dolga, hogy ennek az ahamkárának az akaratlagos működését felfüggeszti. Tehát minden meditációs technika, ami hármat tanítunk, a nagy kérdést, a mantrát és a térés a hang felfogását, ezek mind technikák is pontosan arra irányulnak, hogy a csepp rájöjjön, hogy az óceánban van, és nem kell itt kapálózni sehova se. Nem kell akarni az óceánnál válni. Mert nem lehet, a csepp mindig is csepp marad, de rájön, hogy ő az óceánban van, megéli, megtapasztalja. A meditáció az énalkotás tudatos felfüggesztése. És akkor látom, hogy az ég kék, a fű zöld. Hallom, hogy csöpörkél az eső odakint. Érzem a finom légáramlatot, és mindehhez nem kell gondolkodás, énalkotás, jó és rossz legyártása. Figyelünk, pont erről szól a gyakorlat. És amikor ez bekövetkezik, akkor egy csomó minden a helyére kerül tapasztaltam az önvalót, ezt ilyen nagyon szép, ilyen kis zen ovis ábrával, ilyen sugázó napocska és egy szemecske. Mert gyakorlatilag ez van, energiát nyersz, és az energia az, az információ tartalmát az énségednek kellően elnyeli. Nem gondolkoz, de elképesztő jó, erős állapotban vagy. De nem vakon, látva. Ez a tükörszerű, tiszta tudat, ez nem egy abstrakció. Ez mindegyikünkben ott van, mint lehetőség, ezt hívjuk buddha természetnek, és ezt leszoktuk takarni a hamis azonosulásaink vastag karma rétegével, mint a guáno. Keményen, vastagon. Na, ha ezt lepucoljuk, hát akkor ott van az, ami mindig is ott volt, és tudomásul vesszük, hogy valójában ez van ezek vagyunk. És ezt a szanszkrit elmondja, hogy te vagy az, ez a tatvam asi. hogy te vagy ez. De ezt az avatár nem hiszi el mindaddig, amíg a csepségét az óceánban be nem látta, ez pedig nem intellektuális gondolkodás, hanem mély tapasztalás. És az önvaló tapasztalata, hogyha kisugárzik, akkor átalakítja az érzékelést, és minden, ami itt ilyen kis szemecskés a vonal fölött, az a realizációnak egy-egy mondata. Tehát amit érzékelsz, az jön és megy. De ami érzékel, az nem jön és nem megy. Ez egy világos, tapasztalható dolog. A következő. Az ég nem mondja, hogy kék. Mi mondjuk, hogy kék. Ezt a bottal az előbb szépen szemléltettem. Itt egyben van a Manasz és az Ahamnak a feloldása, ahol a Buddhi, ami az önvalónak a nagykövete, azt kommunikálja, eredetileg semmi sincs, mindent a tudat teremt. Az az elme mozgásából alakul ki a valóság Akit ez nagyon filozófikusan érdekel, az Nagarjunát legyen szíves a 14. pátriárkát, ilyen kötet számra le van írva, Indiában ezt egyetemeken tanították, itthon csak most kezd tananyag lenni. Tehát ezt, hogy én teremtem ezt az egészet, ez azért fontos, mert mondjuk egy párkapcsolatban vagy családban nagyon jó, ha belátjuk, hogy nagy részt mi projektáljuk a kedvesünkre azt, amivel vádoljuk őt. Tehát nem kéne. Ha belátjuk, hogy ezt mi teremtjük kölcsönösen, akkor megláthatjuk azt is, hogy hogyan lehet ezt a halálos fegyvert szépen hatástalanítani. Magyarul elhallgatni, hogyha az a jobb. Nem cselekedni, hogyha az a megoldás. Megszüntetni azt, hogy igazam van, és hogyha a másik is megteszi, akkor hirtelen boldogság elmény van. Hogy van ez? Hogy ez? És mivel ennyire elképesztően divatos most a pszichológiában a belső gyermek, ezért ezt muszáj vagyok ide tenni, hogy aki szipológus és egyéb tanulmányokat folytat, az tudja rokonítani. Tehát a belső gyermek és a buddhi az ugyanaz. Csak a belső gyermek az antropomorfizált változat, a kicsi hermész, ugye, az Istenek nagykövete, a Buddhi pedig egy minőség, egy tudatminőség, ami az önvaló tapasztalatával az én élmény. Nem, már nem tud az egó kérek visszaszilárdulni, mert egyszerűen lehetetlen. Tehát hülyeséget már nem csinálok, ha megtapasztaltam, mi az igazság. Tehát a belső gyermek, hogyha sérült, akkor az azért van, mert a hamis azonosulásaim olyan karmát raknak rá, ami nem ő. És ettől a hamis azonosulástól szenvedünk. Tehát a belső gyermek akkor egészséges, hogyha az ego nagy részét lehántottuk, vagy teljesen lehántottuk. Ez így megy. És uh, utána ott van fölötte a, a, az állaja vizsgálának a helyes működése, amit úgy hívok, hogy intuitív memória. Tehát nem veszünk el a múltban, és nem is vagyunk amnéziások, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ezt a gyémán szútra mondta ki másképp egy kicsit korábban, hogy a múltra, jelenre és jövőre szétszakított tudat nem érheti el a felébredést. De ha megvan, akkor ez a mondat, ez értelmet nyer, ez egy tapasztalati valóság. Röviden szóval nincs menekvés, mert valójában csak ez a pillanat van, de ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát itt vagyunk, kérem szépen, együtt, egymásért, ahogy a régi mozgalmi mondat mondta, ha valaki elég öreg, nem koros, öreg, az tudja, hogy ez mit jelent. Együtt, egymásért. Tehát, kérem szépen, itt már nincs sok hátra, csak egy pár olyan letisztázandó fogalom, hogy ez mi, és mi nem. Tehát ez tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, nem keletkező, nem megszűnő, és nem tudható, csak tapasztalható. Tehát nyugodtan ki lehet jönni a könyvtárba ott nem találsz választ. Végső valóságot, tapasztalást a könyvtár nem ad, ezért is kérdezhette Vörös Marti, hogy országok rondja könyvtára neved, vagy mente a könyvek által a világ elébe, és igen, ment. Én nekem nagyon sok könyvem van, én szeretek olvasni. De ezt a tapasztalást könyv nem adja meg, ahogy a szakácskönyvet nem tudom megfőzni. A térképen nem tudok menni. Az írásból nem tudok felébredni. Értjük? És hogyha ez megvan, akkor egy pár segédfogalmat, de akik mondjuk jogáznak, azok tudják, hogy a jogának az a célja, hogy a csittában, az elmében felmerülő hullámzást, vrittit felfüggesszék, és megszilárduljon az elme, ez a niróda, amikor nincs duális mozgás. És a többit most nem elemzem, mert teljesen felesleges, de ezt azért írtam oda, mert jogiknak, illetve jogacsoportoknak is készül ez a prezentáció. Tehát a, a tudat megvilágosodott öröme, ez a Szacsi az éghagra az az egyhegyű tudat, a szamjáma az az állapot, amikor az alany, az állítmány és a tárgy egy pillanatban, egy koncentrációs mezőben van. Ez a tárgyal való teljes egyesülés meditációja, nem azonosulás, egy térben, egy időben lét. A gyána az a zennek az eredete, gyána, csanna, csan, szon, zen, ez pedig az elmélyülés. Olyan koncentrált elmélyülés, és semmi nem mozdíthat ki a pillanatból, és a szamádi az pedig az énség ellobbanása. Ez az, amikor a csepp rájön, hogy az óceánban van, és a szamádi az, hogy az óceánnál is válik. És ez nem az, hogy végre viszontlátás, hanem az óceán tudatával vagyok csepp. Az önvaló tapasztalatával vagyok személy. Na, ekkor elmegy a kisebbségi érzés, az önbizalom hiány, de a narcizmus is elmegy. Tehát sem túlértelmezett én, sem alulműködött én nem marad. Az egyénválás tapasztalata az egyensúlyt hozza. Valahol erre az egyensúlyra és harmóniára vágyunk, csak fingunk nincs, hogy ezt, ezt hogy csináljuk jól. Tehát túl gondoljuk, túlértelmezzük. Tehát nem, a nem kettőség az advaita, az a az a fosztóképző, a dva az a kettő, a vidja a látás, és hát ugye a hinduizmusban az átmabrákman az a csúcsfogalom, a legfelsőbb istenség, csak hát a buddha látta, hogy ez nem egy személy. Ez nem egy entitás. De attól, hogy nem egy személy, nem egy entitás, attól még létezik. Tehát amikor antropomorfizálok, akkor az vagy átmabrákman, amikor tapasztalok, akkor így viccesen a magas szintű jogi barátaimnak azt mondja, na ez az anátma bráhman, és akkor utána együtt teázunk. Tehát itt nincs hitvita. Vagy tapasztalsz, vagy nem. És akik úton járnak, azok megtanulják egymás lábnyomait tisztálni. És elviselni egymás izzadság szagát, ez a másik. Úgyhogy kérem szépen, ennyit szeretnék a prezentációról mondani, mert ez a mi ez kérdés, ez a hatodik pátriárkának, Nengnek volt az eredeti tanítása, teljes hosszában, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, tehát kikapcsoltad a manaszt és az ahamkárát, akkor ki vagy. Akkor nincs kép, nincs egoitás, kikapcsoltad, nem termeled. Mi az eredeti arcod? És ebből aztán az lett, hogy mi ez. Szépen lerövidült, mint Kínában minden. Úgyhogy ez volt az első fele az előadásunknak. Ez volt a hosszú és unalmas prezentáció, és most várom tisztelettel a kérdéseket. Mi a helyzet a hús nem evéssel? Akik esznek húst, azok esznek, akik nem esznek, azok nem esznek. Azért kérdezem, mert azt vettem észre, hogy ha sikerül a meditáció, így utána nem kívánom. Egyébként eszek húst, és hogy kíváncsi voltam, hogy ennek van-e Tudom, Neked legyen így. Igen, kitűnő tibeti szerzetesek, sőt, kóreai kollégáim egyrészei is eszik húst. Én 35 évig voltam laktóvegetáriánus, és kiderült, hogy egy jó része hiba volt. Tehát a testem nem tolerálja a tejfehérjét. És két éve én is templomon kívül fogyasztok fehérhúst. Nem vagyok vegetáriánus. Látom a különbséget, és a meditációt nem gátolja hogyha az ember módjával, nem naponta háromszor, azért, mert a test fehérjéje ezt kívánja, fogyaszt valamennyit. Tibetben nem volt más fehérje, csak a leölt állat. Nem ők vágták le, okosak voltak, hanem ilyen Mohamedán sakterekre bízták az egészet, ők csak a feldolgozottat kapták, tehát az ugyanúgy karma. Hát értsük meg, hogy ez a föld, ez nem egy felhasználó barát hely. Ez egy kemény harc itt a földi lét, talán ez is feltéteti a kérdést, hogy minek vagyunk itt, ha már ennyit kell ölnünk ahhoz, hogy éljünk. Emberi tudat, és maga alá gyűri az állatit, meg a növényit. Tehát nagyon jó úgy élni, hogy nem kell állati életet elvenni. De akinek olyan helyzete van, és milliók vannak ilyen helyzetben, hogy muszáj húst fogyasztaniuk, Két dolgot tegyenek meg. Egyrészt ne fogyasszák túl, másrészt egy-egy szertartással vagy mantrával tudatosítsák magukban, hogy életet vettek el azért, hogy ők éljenek, és kérjenek ezért bocsánatot. Ez a helyes. Tehát jobb egy alázatos húsevő, mint egy arrogáns vegán. Egyéb kérdés? Ha elengedem ezt, hogy jó és rossz, akkor azt sem marad már, hogy mondjuk nem tudom, ezt szeretem, ezt nem szeretem, és euh, akkor tényleg, akkor mi marad? Tehát mondjuk ha már ezt elengedem, hogy jó és rossz, akkor mondjuk nem tudom, szeretek festeni, nekem jó festeni. Ha ezt elengedem, akkor az, ez hogy van akkor? Nagyon szeretsz festeni? Hát, ilyen. Igen. Mennyire? Hát nagyon. Az akkor egy... nagyon fessél. <laughs> Ha nagyon festesz, akkor csak festesz. Nincs az, hogy jó vagy rossz élmény, csak festesz. Rendszer szinten, amikor az ahamot, az önképet, amelyben a jó és a rossz van, te kiveszed, akkor a buddhi és a manasz csatlakoznak akadálytalan, Ez az akadálytalan tudat. Akkor a just do it, a csak festés beáll. Aztán majd valaki megmondja, hogy szép vagy nem, de ha te igazán festő vagy, Téged nem érdekel, hogy a világ mit mond. Téged az érdekel, hogy fessél. Tehát erre szoktam mondani, hogy igen, néha elengedjük azt, hogy jó vagy rossz, de aztán azt is engedjük el, hogy elengedtük, hogy jó vagy rossz. Tehát te nyugodtan dualizálj, ha akarsz, de már tudod, hogy azt te csinálod, azt tudod, hogy a te véleményed, és az objektíve nincs úgy. Ez a fontos. Te nyugodtan alkos véleményt a saját festészetedről, életedről, stb de csináld. És akkor mindez a címke, ez esetleges lesz. Van ez a régi mese a kínai faluban, ezt ismered? Hogy van egy parasztember, és van egy rakás lova, de egy az eléggé bokros is. Hát ez a ló, ez, 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 nagyon rossz ló. Betörhetetlen. És akkor jön a fia, azt mondja, én, uram, apám, én azt betöröm azt a lovat. És ráül, idomítaná, leveti alul, a hátáról, eltöri a lábát, de nagyon csúnyán. Hát ez a tényleg nagyon rossz. Ez borzasztó. Hát a fiú eltörte a lábát. Egyszer csak háború jön, és minden fiút elvisznek a faluból katonának, de akinek törött a lába, sajnos azt nem. És minden fiú meghal a csatatéren, ez az egy túléli, mert nem ment el. Most jó volt a ló, vagy rossz? Betörhetetlen, vagy ő volt a legszelídebb, mert megóvta a haláltól a fiút? Tehát ezek a mércék, hogy jó vagy rossz, ez sokkal kiegyenlítettebb, hogyha úgy nézzük, hogy szenvedek, szenvedtetek magamért, másokért. Tehát ebből a négyből nagyon szépen összeáll ez. És rögtön kikapcsoltam ezt a nagyon-nagyon sikamlós és szubjektív, kicsit arbitrer fogalom párat, csak akkor nagyon jól lehet látni, hogy ez, hogy ez micsoda. Tehát csak fes. Oké? Okay. Oké. Okay. És majd mutasd meg, hogy mit festett, és akkor megmondom. Jó? <laughs> <laughs> jó, jó. Egyéb kérdés? Amikor a gyermek a családomban leszületik, akkor azzal a karmával születik le, amilyen karmával én is a párom van. Ahhoz, nem azzal. Tehát ahhoz a karmához születik le, aki az apuka és az anyuka. De a saját karmáját hozza oda, folytasd és látva vagy tapasztalva azt, hogy letisztítom magamat, vagy próbálok jelenben lenni, meg próbálom járni az utat, hogy uh, igazából sokszor felmerül bennem, hogy meg kellene bocsátanom meg azt, hogy majd uh, rálátni azt, hogy jó vagy rossz, amit eddig csináltam, vagy az, hogy a döntéseimmel mit alakítottam ki, hogy ezzel segítem -e. Tehát Nehéz, tehát az A pomba egy. Igen. Hányszoros? Három. Akkor csak, megértem a kérdésedet. Csak az, hogy igazából ezt be kellene úgy látom, mint hogy kék az ég, meg zöld a fő. Tehát ezt Nem minősíteni igen. azt, hogy jó vagy rossz, mert így csináltam, ez van, jó. és tisztítani. Tehát az, hogy próbálja itt lenni, elfogadni, és ezzel úgymond, azzal, hogy én próbálok mintát mutatni neki, ő is, hogyha akar dolgozni a saját tud tudja dolgozni. Most mondtad ki. Tehát egy emberi psziché azért kicsit bonyolultabb, mint a kékég. De ott kell kezdenünk, ahol egyszerű és tiszta tapasztalás van. Tehát rá kell jönni, hogy ki jött le hozzánk. Ki az a gyerek? Mit hozott a kis hátizsákjában? És hogyha te tényleg a... Letisztulás, felébredés útjára lépsz, akkor melléktermékként tapasztalhatsz boldogságot és szeretetet és együttérzést. Az emberiség egyik legnagyobb tragédiája, amikor mi közvetlenül ezekre a fogalmakra, az általuk jelölt minőségekre törünk, közvetlenül a boldogság, a szeretet, a bölcsesség, a együttérzés, az is meg akarom ragadni. Elképesztő ellenkező eredményeket kapunk. Amikor valami nagyobb egész Részeként tapasztaljuk, valamilyen meghaladó praxis folyományaként vagy melléktermékeként, akkor működik. Sokkal jobban működik, mert nem csinálok ént belőle. Tehát hogyan haladok a felébredés útján, és hogyan segítem ehhez a családtagjaimat is, ez a kérdés. És ezt is csak cselekedve lehet. A saját tapasztalatom azt mutatja, hogy a gyerek három minőségben teljesen alkuképtelen, és ez normális: jelenlét, figyelem, szeretet. Tehát a gyerek rútul megtorolja, hogyha a szülő nincs jelen, vagy jelen van, de nem figyel rá, vagy figyel rá, de közben nem szereti. Úgyhogy ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz már akkora lemondásról, önmeghaladásról kell a szülőnek tanúságot tennie, ami a korábbi személyiségét nagy részt meghaladja. Így tudod segíteni. A másik, ami a helyes játék. Tehát a játék az a gyerekkor és a felnőttkor közötti híd. Másképp játszunk felnőttként, mint gyerekként. Úgyhogy tudod segíteni a gyereket, de itt van egy vas törvény, hogy nem tudod a gyereket magasabbra juttatni, mint ahol te vagy. Csak ő teheti meg. A másik, hogy helyette nem dolgozhatsz. Lelkesítheted, motiválhatod, felnyithatod a szemét. És ez az utóbbi a leghasznosabb, hogyha megfelelő módon felnyitod a szemét és alapvetően együtt érzel akkor is, ha hibázik, és akkor is, hogyha valamit jól csinál. Tehát a jelenléted mind a két helyzetben ugyanolyan, de nem apatikus vagy és közömbös, hanem megmondod, hogy az egyik nagyon jó volt, a másik kevésbé, a harmadik kicsi hiba, a negyedik nagy hiba. Javítod a hibát, erősíted az erényt, és közben a jelenléted nem változik. De az érzelmeid, azok igen, nagyon lelkes vagy, amikor a gyerek valamit jól csinál. Szigorú vagy, amikor nem csinál valamit jól. De belül a szeretet az ugyanaz. Ugyanott van. Jó? Egyéb kérdés? Említetted a bevezetőben az egyensúlyt. Tudnál e nekem beszélni az egykedvűségről, amikor érnek bizonyos impulzusok kívülről, Csönd. és a... Látod? Uh -huh. Folyamatosan? Igen. Közben gondolkodsz? Nem. Akkor ez az egyhegyűség. Nem egyhegyűséget kérdeztem, hanem egy kedvűséget. De sokkal jobb választ kaptál, tehát itt a félreértés segítette a dolgokat. Az, az egykedvűség az kuka, azt nyugodtan dobd ki, az egyhegyűség az kell, az Aha. izgalmas. Akkor nem vagy egykedvű. Uh -huh. Hát ezt nem biztos, hogy értem. De ne is. Csak legyen egyhegyű, tiszta tudatod. Ez nem érthető, ez uh -huh. használható. Jó. Tehát az egykedvűség az, hogy nincs energiám. Oké? Okay? Uh -huh. Nem mozdul a jármű. Ott áll a parkolóba, azt rárakódik a hinár. Nem. Én nem így értem. Én, én nekem legalábbis a tapasztalatom nem ezt, akkor lehet, hogy nem, egy fog, nem jó fogalmat mondok. Tehát arról beszél, én egy tűztípusú ember vagyok, és ha régen értek ilyen impulzusok, akkor hát az ilyen vulkán kitörésként <laughs> kitört belőlem. Fogalmam és sincs, miről beszélsz. Úgy gondolom. <laughs> én dupla tűz, úgyhogy uh -huh. mondhatod. És uh, most, meg ha már érnek olyan impulzusok, amikre régen így reagáltam, akkor ez nincs. De hogy. Az, hogy nyugodtabb vagy összeszedett vagy, kiegyensúlyozottabb De az hogy nem ez ez, olyan, kedvű... ez nekem olyan, de nekem olyan. Neked olyan? Uh -huh. És ezzel neked gondod van? Nincs. Hát akkor de miért De ez, ez egy. <laughs> Mert tűz vagy, és nem tudtad magadba tartani. Igen. Jó. Mert hogy ezt olyan nehezen viselik kívülről, akik eddig ismertek. Na, itt mondtad el a kulcsfogalmat, hogy a másik ember, uh -huh. tudod? A másik, az a másik, mindig a másikkal van a probléma. Uh -huh. Annak sok, az nem viseli uh -huh. el. Tehát ilyenkor mi csinálsz, megnézed, hogy az a szerencsétlen, az pontosan mennyit tud belőled befogadni. Uh -huh. Tehát ez hidd el, hogy amikor így néz rád, és így figyel, és így lelkes, aztán hirtelen elködösül a szem, egy visszavonja a fókusz, és látod, hogy már sehol se vagy, akkor biztos, hogy túltöltötted. Uh -huh. Úgyhogy nézd meg, mennyi kell ebből. A túl kevés ugyanolyan rossz, mint a túl sok. Uh -huh. Azt hogy az ember közben, úgy kicsit furcsa módon kiegyensúlyozottnak érzi magát, és már nem akar a falnak menni, meg kitörni, meg széthasadni, meg világot megváltani. Tehát ez, ez normális. Az Jó. idő halad, nem mi változunk. Köszönöm. Egyéb kérdés, szívesen. Ha. Megkérdezik tőlem, barátaim, hogy magyarázzam el, mi a karma. Ha úgy foglalom nekik röviden össze, hogy a múlt, akkor ezt helyesen teszem, és nem. innen indítom el a bontást. 30 százalék. Csak 30? Igen, mert utána van a jelen, meg a jövő. Ez nagyjából, amit mondtál, az egyharmad. De úgy értem, hogy a karma maga az, ami befolyásolja a jelent. Részigazság, nem jó. Egyrészt legyél nagyon humoros és könnyed, amikor a karmáról kérdeznek, mert a karma itt Európában általában ez a sors, ez a karmád, ezen nem tudol te változtatni. Tehát, ez, uh. Tehát mi a karma? Attól függ, hogy mit akarsz ma. És ezzel, én kis humoros módon elmondtad az igazságot, hogy az akaratban összpontosul a karmád. Az akarat ebben a pillanatban van, ebben a pillanatban van a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. A múlt ide juttat, a jövő itt kezdődik. Ebben a jelenben, ebben a pillanatban élünk. A karma szó szerint a kör gyökből származik, ami a cselekedni, tenni, a keletiek ezt úgy mondták, és ezt mondhatod a következő mondatban, hogy az ok és okozat működése. A tett és a következmény. Ezeknek az egymásra rakódása, szokásokká épülése, a szokások személyiségi összeállása, a személyisége kapcsolatokká való összeállása, párkapcsolat, család és társadalmi. És ezért négyféle karma van alapvetően, egyéni, páros, családi és csoportos. Az az érdekes, hogy ami egyszer a tett volt, az ugye következményé vált, és ez a következmény egy következő síknak a gyökere lett. Tehát ok és okozat, az okozat egy újabb okká válik, és megint egy okozatot szül, az megint egy okká válik, és megint egy okozatot szül. Értjük? Na, ez a felhalmozódás, ez a karma felgyülemlése. Hogyha a karmát mi megcímezzük jónak, rossznak, és énesítjük, akkor a személyiségbe beépül, és ben van a tudattalanomban. A legmélyebben fekvők azok a traumáink. Mert nagyon rossz volt. Nagyon mélyre elraktuk. De nagyon mélyen érintett. Ezért a részünké vált. Tehát, hogyha egyszerűen akarod fogalmazni, az ok és okozat működése, egymásra rakódása és érvényesülése, ez mind a karma. Na most ennek a, van egy törvénye, ez a törvény nagyrészt íratlan, bár megpróbáltuk leírni, csak nagyon nem sikerült. Ezt úgy tudják, hogy darma. És a darma az a törvény, ami a karmát mozgatja, működteti. Ha megismered a darmát, uralhatod a karmát. Ha nem ismered a darmát, nem uralhatod a karmát. Oké? Okay? Oké, okay, köszönöm szépen. Szívesen. Itt. Akkor a, az ember életében vannak olyan determinált események, amik, amiket nem tud elkerülni, akkor ez ehhez kapcsolódóan ugyanígy az előző életekből jövően jöhet? Igen, ezt egy speciális kifejezéssel illeti a hagyomány, ezt úgy hívják, hogy prarabdakarma, az a karma, ami mindenképpen kijön, szó szerint a leeső gyümölcs. Ha megérik egy gyümölcs, az leesik, kész. A legtöbb ilyen az a születéskor van. Tehát hogy születünk? Iszonyú sebezhetőek vagyunk fogantatástól születésig, és még utána is jó pár évig. De a legsebezhetőbb és legdetermináltabb az a leszületés és a meghalás. A két rövid bardó. Itt rengeteget fizetünk. Rengeteg karmát kapunk és adunk. Tehát itt érvényesül az, hogy az összes korábbi karmánk ahhoz a szülőpárhoz hozott, akik az apánk és az anyánk. Abba az országba, akikkel csoportkarmánk van. Utána az lesz a párom felnőtt életemben, akivel páros karmán van. És itt mintakövetőek vagyunk, nem pedig személyigazolvány számot keresünk. És a gyerekeink? Ugyanez, ez a transzgenerációs karma. Ők úgy születnek, azon törvényt követ, vagy mi születtünk a szüleinkhez. Tehát képzeljünk el három ö, ilyen svájci sajtszeletet, sok-sok lyukkal. Az első a környezet. Ez a csoport, a hely, a tér és az idő. Ez az egyik sajtszelet. A másik sajtszelet, a puka, Másik sajtszelet anyuka. És ezek elkezdenek egymáson forogni, és mindegyiken van egy ilyen gyerek lyuk. És amikor ez a három gyerekfeliratújuk találkozik, akkor lejön. Ez egyszerűnek hangzik, de hogyha ez nincs, akkor gyerek sincs. Mert arra a helyre, a az időbe anyukának és apukának nem lehetett, mert a svájci sajtszeletek így nem fettek át, és ez a gyerek lyuk, ez így nem nyílt meg. Nem nyílt meg a kis kürtő, amin a lélek leszállt. És ez magyarázza azt a sajnálatos jelenséget, hogy te látsz egy elképesztően kiművelt és jó férfit, és egy szép nőt, és érettek, és korba vannak, és társadalom, és minden rendben, 7 év, 8 év, 10, és nincs gyerek. És látsz olyat, hogy hu hát te nem tudod, hogy ők hogyan élnek meg hogyan túlélnek meg. Négy-öt, mint az síp Mert az a karma olyan erős, hogy így zuhan lehozzájuk az utód. Ez így működik. Oké? Okay? Egy biztos. Változtatsz a karmádon, más utód jön lehozzád. Ez törvényszerű, hiszen a te sajt az odéptette a lyukat. Megváltozott az átmérője. És ezért jó, ha mondjuk a párkapcsolatban az egyik gyakorol, akkor a másik is csinál valamit, mert hogyha az egyiknek változik a svájci sajtszelete, jó, hogyha a másiké is. Tehát olyan nincs, hogy az egyik benne van az anyagban koronacsakraig, és semmi nem érdekli, a másik pedig szemináriumról, szemináriumra jár, és gurutól, lámáig ottan bandukol, a másik pedig csak ott a streaminget nézi a tartalomszolgáltatók által. Tehát az, az előbb-utóbb gubanc lesz. Tehát legalább az elfogadás szintjén legyen meg, hogy igen, te változol, jó, hát akkor talán én is. De azt én választom meg, hogy hogyan. Úgyhogy... Úgyhogy ez a változás, ez nagyon leírható vagy látható ott, ahol gyakorlók vannak, és több gyerek. Tehát milyen tudatszinten volt a páros, amikor az első gyerek megszületett, vagy amikor a második, vagy a harmadik, vagy a negyedik. Nagyon érdekes. És akik gyakorolnak, és közel kerülsz hozzájuk, azok ezt tapasztalják, és látják azt, hogy ők milyen szinten voltak akkor, amikor az első, második, harmadik, negyedik született. És látják a tényleges fejlődési vonalukat, nem az, amit a tükörben nézve, vagy frizurában bekészít magának az ember, hogy én már milyen spiri vagyok, meg hasonlók, hanem az van, hogy a gyerekem megmutatja, hogy ki vagyok. Ez kőkemény. Kőkemény. Egyébek? Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag, amit tapasztal bennünk, azon kívül minden karma? Ez a mondat honnan jött? fal sárga. Tartsd meg ezt a tudatot. Ha azt mondod, hogy az karma, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod, hogy nem karma, akkor is. Okay. Mivel ez, ez, az egyed, ez gyakorló, ezért tudom ütni. Tehát nem kell itten oviba küldeni. Jó? Tehát ez tessék, hogyha... Persze. Ide jön és megütöm. Tehát, és tudja, hogy ez a felébredés felé vitte. Így. Oké? Okay? Tessék itt. Egyre több fogyatékali gyermek van. Ö, ezt nem tudom, hogy ez a környezet, vagy, vagy most olyan iskolába dolgozok, hogy ö, tehát egyre több autista van Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem világon, hogy ez, ez miért van itt sajnos. Én amennyit láttam ebből, az azt mutatja, hogy két nagy ö, okozati Tényező van itt. Az egyik a tudattartalom, hogy az elme annyira felhígult és annyira tele van ezzel a szeméttel, hogy még az alapvető kognitív funkciók se tudnak működni a gyereknél. Tehát a környezet. A másik pedig a táplálkozás. Tehát hatalmas tanulmányok születtek arról, hogyha Magas cukortartalmú, szénhidrátdús ételekkel, feldolgozott, könnyen elérhető édességekkel táplálják a gyereket, annak a kognitív funkciói úgy fölpörögnek, hogy egyszerűen leválasztódik a valóságról. És az adott tanulmánycsoport, ez 3000 fő, 80%-ánál csökkentek a tünetek, felével vagy többel, amikor ezt a táplálkozást megváltoztatták, és vették a fáradtságot, hogy normális, természetes alapú, nem hozzáadott cukor, stb. stb., és akkor az agy elkezdett megnyugodni. Ez mérhető, ez világos. És a másik része, a belső, hogy tessék az elmetartalmat egy picit visszafogni, csökkenteni, és ez a szülőknél, ez az első. Van egy olyan rész persze, és ez a nagyobbik, ez a harmadik, amit nem tudunk, hogy mennyiben reprezentálja a leszülető gyerek a környezet állapotát, tehát egy sérült környezetben azért, hogy vele együtt gyógyuljon a környezet is, hogy ne tudjanak mással foglalkozni. Csak ezzel. Tehát ez amennyire eh, szívszorító, hogy ennyi energiát leköt egy, egy autista gyerek, vagy egy mentálisan sérült gyerek, Amellett igaz az, hogy egy csomó mástól elvonja az energiát, ami néha sokkal rosszabb kimenetelő lenne. Tehát nincs idő mással foglalkozni, csak vele. Egy szó, mint száz, a gyerek és a környezet karmája együttesen, hogy kiszületik le. Koreában. Egy elképesztő jóléti társadalom alakult ki, és 2010-14-ig folyamatos volt a növekedés létszámban is, és életszínvonalban is. A miénknek a két és félszerese. Képzeljük el. És 2010 óta láthatóan egyre több a tolószék az utcán. Pontosan. Is elkezd a társadalom ezért a jólétért fizetni. És elkezdi nevelni támogatni, gyógyítani azokat, akiknek az a jó karmája, hogy egy jóléti társadalomban lettek sérültek. Aztán vannak sérültek, akik közepes társadalomban születtek le, és ellátják őket, de a környezet is megy lejjebb. És van, akik olyan helyre születtek sérültként, hogy még többet szenvednek. Háromféle karma. Alsó, középső, felső. Ez a korábbi inkarnációján múlik, hogy hova megy. Nekünk az a dolgunk, hogy együttérzéssel, odafordulással és bölcsességgel ellássuk őket, és ezáltal mi is változunk. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? A Bardóra jutott eszembe születés Bardójáról. A tibeti halottas könyv azt írja, hogy átlag 49 nap, és utána távozik a lélek, illetve a tudat. Milyeneket olvasol, de jó? Én de. nem olvastam. Mondja még róla dolgokat. Nem, nem szeretnék, hanem a a buddhizmus, vagy a zen buddhizmus is bizonyosan foglalkozik, ugye nyilvánvalóan a halál utáni. Uh -huh. Nem. Mert egy olyan kérdés sem lett volna, ami egy barátommal kapcsolatos, tehát a kísértetekkel, mert erről ez nem szól. Tehát erről nem találtam buddhista hát, nyomot. Hát nem mentek Skóciába, hát persze, hogy nem szólt. Mondja. Egyébként van? Csak... Nem Igazából, te tényleg csak annyi a kérdésem, hogy ennek a srácnak én hogy tudnék segíteni innen. Tehát ez sehogy, nem velem történik. Sehogy. Nem, De hát vannak segíteni. ilyen tapasztalásai. Helyes. Hogy Jöjjön húzzam el. le róla? Sehogy, te nem tudod lehúzni róla. De beleőrül. Akkor viszont keressen ő segítséget. Jöjjön el ide, mondjuk. Azt nem mondtam. Jöhet, a... de nem muszáj ide jönnie. Tehát elvileg Temmé... akkor mindenki szihés. Problémával küzd, aki ilyesmit tapasztal, vagy van-e valóság alapja buddhista nézetek szerint? Hát eleinte eléggé kattintó a tapasztalás, de hogyha hozzászokik, vagy van -e egy stabil tudati alapja, akkor láthat akármit, abba se nyekken bele. De ez gyakorlat nélkül nem lehet. Tehát, hogyha nincs egy olyan tiszta tudati gyakorlat, amely a jelenlétet, a tükröt stabilizálja, akkor hát a fejléces levelektől kezdve, menni néha nagyobb rémület, mint egy kísértet, egészen a szellem látásig úgy berogyaszthat minket egy csomó minden. Tehát ha te feleslegesen reagálsz, akkor a tiszta tükör elmegy egy ilyen bonyolult színusz görbébe, meggyengül a jelenléted, mert túl sok információ van a tudatban, elvész az energia, és így ekkor jön a pánik. Tehát az alulműködő elme az a pánik. Hirtelen átmegy egy ilyen utolsó üzemanyag cseppjeit elégető motorba, csak mindent egyszerre. De valójában a pánikban lévő ember az gyenge. Az erős ember nem pánikol. Ez egy kicsit leegyszerűsítve az, hogy a transzcendens jelenségekre, vagy az érzékszerven túli realitásra egyébként lehetne reagálni, csak hát ezt. Európában nem nagyon tanították eddig. Tehát ördögűzéstől kezdve a különböző dolgok, elnézést, mint egy ilyen rossz óvodai játék. Tehát ezt hagyjuk. Az a, az alap, hogy lásson bele magába, hogy mi az, ami lát, mi az, ami érzékel. És én azért álltam meg, mert hiába mondod el neki, nem segít. Látogasson meg, ha nagyon gyenge, egy terapeutát, utána menjen el egy hagyományvonalba, és gyakoroljon, és stabilizálja magát. Egyébként a halottas könyvről annyit, hogy minden tiszteletem mellett az azoknak íródott, akik egy, Tibetben születtek, vagy Indiában, tibeti közösségben, és tibeti buddhizmus gyakorolnak. Illetve a nyugatiak közül, akik teljesen tibeti hagyományal, szimbólumrendszerrel itatták át magukat, azok tudják rendesen használni, Egyébként egy olyan jelzőrendszer, amit más hagyományok gyakorlói vagy részben, vagy egyáltalán nem tudnak felhasználni. Tehát a zenben azért nincs kifejezett bardó tanítás, mert ugyanaz a tudat van testen belül, mint kívül. De az egyik a testen belüli állapot, a másik a testen kívüli. Ha a tudat most tiszta, testen kívül is az lesz. Ha most nem tiszta, akkor sem lesz az. Ez az alap. Oké? Okay? A 49 nap, az viszonyszám. Van, aki például a mesterek, azok rögtön mennek. Tehát kiment a testből, és mint a rakéta föl. Ezért látnak ilyen különböző jelenségeket, ugye a halál utáni pár percben, és akik tényleg nem csodavárók, meg mítoszírók, magyarul nem festik a valóságot, hanem tényleg látják, azok tudják, hogy a mesternek itt semmi dolga már nincs, az inkarnációját teljesen megélte, a munkáját befejezte, ő már nem megy testetlenül templomokba, hogy adományt kapjon. Csik, ment. Akik pedig nagyon ragaszkodnak, egyrészt nagyon nehezen halnak meg, másrészt pedig nem hajlandók tudomásul venni, hogy meghaltak. És akkor elkezdenek bolyongani elkezdenek kiskanalakat emelgetni az energiatestükkel a konyhában, meg ilyenek. Tehát ezt hagyjuk, és ilyenkor kell a szertartás, és a szertartással, például a családtagot, rokont, ráébreszteni arra, hogy nénikém, bácsikám, meghaltál. Utadra bocsátunk, ilyen és ilyen tanítással, menjél légy szíves, semmi dolgod itt nincs, az élők élnek, a holtak halnak. Ezt tudomásul kell venni. És ha ezt tudomásul vesszük, akkor vagyunk szellemileg felnőttek ebben a vonatkozásban. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Az egyén, a párkapcsolat, a család és a csoport vonatkozásában a felelősségnek a nagysága az ugyanúgy érvényesül, ugyanaz a nagyságú felelősség terhelődik rám, vagy pedig csak része vagyok ennek mondjuk a csoportnak, de a párkapcsolatnak nagyobb része, a csoportnak kisebb, akkor ott kisebb a felelősség. Vállalásaid mértéke határozza meg a felelősséged mértékét. Oké, okay, köszönöm. Szívesen. Hogyan lehet a ragaszkodást elengedni a túléléshez? Miért ragaszkodunk hozzá? Vagy én miért ragaszkodom hozzá? Miért ragaszkodsz az elvont kérdéshez? Tegyél fel egy konkrétat! Hát mert elvont gondolkodású ember vagyok, azért is nem tudok konkrétat. Mi történne az önképeddel vagy a gondolkodásodról alkotott képpel, hogyha egy konkrét kérdést tennél fel? Nem élnéd túl? De, természetesen. Jó. Akkor légy metszően konkrét! Eddig absztrakt fogalmakat hallottunk. Szeretnék konkrétumokat hallani. Mindítja ezt a kérdést? Miért félünk a haláltól? Te félsz a haláltól? Lehet, hogy nem mindenki fél tőle. Te félsz tőle? Pulcsa be van, de igen. És ez rendben van számodra? Igen. Akkor nincs kérdés. Nyugodtan félj a haláltól, aztán rájössz, hogy ahogy egyre közelebb kerülsz, hogy valójában micsoda. Én ebben nem akarok beleszólni. Jó, köszönöm. Szerintem te csalódtál most. Nem. Akkor tényleg nem félsz a haláltól. Tehát a lényeg az, hogy amikor félelemben vagyunk, akkor nem vagyunk elemünkben. Akkor a halál az teljesen másképp van. És hogyha rátekintünk erre, akár közvetlen, akár közvetett tapasztalással, a közvetlent azt úgy értem, hogy azért vannak néha álomban, vagy megváltozott tudatállapotban testen kívüli élményeink, és ez bár egy körfolyamatot ír le, tehát visszatérünk, végre tapasztaljuk, hogy nem vagyunk azonosak ezzel a testtel. Pont. Ezért mondjuk hardware, software, test és lélek. És hogyha ekközben az operátor letisztul, akkor látjuk azt, hogy ez egy átmenet, valójában a szenvedéstől félünk. Tehát hogyha a vesztességet, a szenvedést és a halált szét tudjuk választani, akkor a halálfélelem drasztikusan csökken, vagy el is megy. Valójában a szenvedéstől félünk. A veszteségtől félünk. De a halálról nem tudjuk, hogy micsoda. Nem haltunk meg. Tehát egy ismeretlentől félünk. Aztán, hogyha az részben ismerté válik, akkor látjuk azt, hogy hát a befejezetlen élet az egy sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy egyszer innen el kell menni. Tehát aki már úgy 60 körül van, az látja, hogy hát ebben a testben az utolsó 20-30 év, az, az, nem lesz fákjás menet. De mégis meg kell csinálni. És amikor már kicsikét elhasználódott a jármű, és kiderül, hogy van egy bontó, amelyik átveszi, ugye, mert mostanában az is nehéz, ugye, akkor azt mondja, köszönöm, hogy leadhatom ezt a járművet. Köszönöm szépen. Ennyi volt, mentem. És aztán jön egy új, és ahogy használtam ezt, Használni fogom a másodikat is, vagy a, vagy a következőt. Utolsó kérdés, ha van. Úgy érzem, hogy a saját magam útjában állok, és soha nem engedem meg magamnak, hogy minden rendben legyen az életemben, és nem értem, hogy ez miért van. Hogyan tudnék ezen segíteni? Rendezni kell apával a viszonyt. Az már nem megy? De. De megy, belül. Belül az apa elvel, az apai arre típussal tessék rendezni a viszonyt, egy olyan férfi oldali elakadásod van, hogy hihetetlen, hogy mélységesen együtt érzek, de a pároddal is, ha van, mert levered rajta. Tehát tessék az apával belül rendezni a viszonyt, megköszönni neki, amit kaphattál, ez növeli egy kicsit a sávszélességet, megbánni, amit hibáztál, és megbocsátani, amit ő hibázott. Ez nem egy ilyen erkölcsrendészeti művelet, ez egy mentálhigiénés folyamat. Nézzük meg. Próbálj meg egyszer egy intim kapcsolatban nem megbocsátani a másiknak. Ez valami döbbenet, hogy egy ilyen kis, kis palacsinta tésztában lévő csomóból egy ilyen jéghegy keletkezik, és így akkora akadályod lesz, hogy jaj, hát bocs, szeretlek, szia, el tudsz még fogadni. Közben csak annyi történt, hogy egy hibát elefántá változtattam, és azért se. Tehát ezt vigyázzuk, tehát ezt figyeljük, hogy ez ne legyen. Apától egy valamit biztos megkaptál, az életet. Valamit jól csinált. Ha úgy érzed, hogy az összes többit nem is, tessék rendezni a viszonyt, mert könyvben akadályok között fogod tölteni az életedet, és ezért csak magadat okolhatod. Köszönöm. Ha ez megvan, apával belül, mert előtte nem, csak utána, tedd fel a kérdést, mi a dolgom? És akkor egy tiszta térben megkapja a választ az ember, az ott van, csak mindig legáltaljuk. És akkor azt kell tenni. Jó? Köszönöm. Utolsó, utolsó. Ezen szerint, ami tovább megy, az az operátor, vagy viszünk programokat is magunkkal? A szoftver megy tovább. Az operátor sose lépett be a gépbe. Csak azt hisszük. Hát ez a hamis azonosulás, a szenvedés. Tehát, Köszönöm. tehát Pajcsang Zemmestert megkérdezték, hogy a, a buddha természetünk leszületik velünk együtt? Én hát azt mondja, leszületik, de nem szenved velünk együtt. Nézd meg, olyan finom a megkülönböztetés, hogy ne essen szét az ember, hogy az egyik fele fönt van, a másik fele lent. Ez a látó, ez nem személy, ezt értsük meg. Ha személy lenne, akkor meghasadna a tudatunk. De ez nem személy, még csak nem is ember. Az ember ettől lesz ember, hogy ezt tapasztalja. Tehát a szoftver megy tovább, és keres egy újabb hardvert, és a tudatosságának mértékében, hogy mennyire sikerült az operátortól megkülönböztetnie magát, jobban mondva az operátornak a szoftvertől megkülönböztetni a magát, olyan helyre megy. Ez a tudatosság mértéke, a felébredettség mértéke. A szoftvernek, a léleknek az összetétele is fontos. Tehát látsz nagyon jó karmájú és nagyon nem tudatos embereket. Tehát naívak, sebezhetőek, de elképesztően jó környezetbe születtek. Ezt hívjuk az erénynek megvilágosodás nélkül. A másik szélsőség, hogy látsz nagyon tiszta tudatú embereket elképesztő szenvedéssel. Ez azt jelenti, hogy az erényt, a jó karmát nem hozták létre, de rendkívüli módon tisztában vannak azzal, hogy ők kicsodák. Tehát a szoftver keresi az újabb hardvert, és tudatosságának mértékében fogja ezt jól csinálni. Tehát az operátor, hogyha tudatos, akkor a szoftvert jól tudja vezérelni. Ennyi, semmi több. Jó? Ezért kell gyakorolni. De másképp ez nem megy. Képzeld el azt a festőt, a festőt, a festőt, aki az arcával benne van a vászomban Fest, és között benne van az arcával a vászonban és néha még meg is hempereg, úgy a festményben. De nem nyitja ki a szemét, nem lát. Erre azt mondjuk, hogy az életbe belefeledkezett lélek. Az, aki olyan távol van a vászontól, hogy az ecsetével sem éri el, csak a levegőbe fest, az pedig nem él. Tehát olyan távolságra álljunk a vászontól, hogy lássuk is, de elérje az ecsetünk. Ez az, amikor tudatosan tudunk élni. Én ezt a tudatos életet kívánom mindenkinek. Megköszönöm, hogy ma egy ilyen euh, részben, távoli részben különleges helyre eljöttetek. Javaslom azt, hogy járjunk úgy az úton, hogy a felébredés tapasztalatát, egy tisztább tudat tapasztalatát mások és magunk segítésére egyaránt fordítjuk. Köszönöm a figyelmet.